Újabb emberi testrészeket találtak a búvárok a hétfőn történt indonéz repülőgép katasztrófa helyszínén. A maradványokat tucatnyi zsákban a fővárosba szállították orvos szakértői vizsgálatra és azonosításra. A nemrég üzembe helyezett Boeing Jakartából indult a Szumátra mellett fekvő Bangka szigetére 189 emberrel a fedélzetén. Éppen azt szervezzük, hogy a hozzátartozókat eljutassuk Jakartába. Eddig két járattal 68, nem a legközelebbi rokon, mert neki kevésbé megrázó, repült el, hogy segítsenek az áldozatok azonosításában, mondta el a tartományi kormányzó. A Lion Air járatának kapitánya rögtön a felszállás után vissza akart fordulni, de erre már nem volt ideje. Az indonéz sajtó úgy értesült, hogy egy fedélzeti műszer rosszul működött az előző napi útja során. A légitársaság vezérigazgatója szerint a hibát kijavították, azt lejelentették a gyártónak. A riport alapján csak a Boeing tilthatta volna le a repülést, illetve a légügyi hatóság tarthatta volna földön a gépet. Mintegy 300 szakember, köztük búvárok kutatják a katasztrófa helyszínét, eddig 14 zsáknyi törmeléket, használati tárgyat, ruhaneműt szedtek össze. A gép törzsét és fekete dobozát még nem találták meg. Kettől már kutatórobotok, szonár technológia és drónok bevetésével folytatódik a keresés, hogy fény derüljön a tragédia okára. A zónás senki sem élte túl, az utasok között volt Andrea Manfredi, korábbi olasz pályakerékpáros.